Miovszki teszi Vancsa irányába. És Vancsa elviszi a bizonytalankodó Antonovtól. Vancsa helyzetben, gól! Az MTK lőgólt a 92. percben. Itt Miovszki tovább tesz, ezt Antonovnak ki kellett volna rúgnia, belelövi Vancsába. Vancsa pedig banai lábai között és teste alatt. Az a kérdés, hogy nem kézzel vitte el a labdát, de majd megnézik. Nézik. Minden esetre egy higgadt befejezés a végén. Banai kijön, eldobja magát, de elmegy.